A jó szerencsét helytörténeti vetélkedőt megtisztelte jelenlétével városunk vezetőin kívül a körzet országgyűlési képviselője és a megyei kormányhivatal vezetője is, ami azt jelezte, hogy mekkora rangja lett városunkban a 2001-ben elkezdődött versenysorozatnak. Én is meglepődtem, de nagyon-nagyon örültem, mert úgy látszik, ezek szerint fontos. Mindenkinek fontos a város összes vezetésének, meg az ország itteni vezetésének is ez a helytörténeti vetélkedő, és az, hogy a gyerekek lelkében tovább visszük ezt a helytörténeti lelkesedést, akaratot, kitartást. Én úgy gondolom, hogy a gyerekek kérdezősködnek, mennek jobbra-balra, kutatnak szüleiktől, nagyszüleiktől, mert elindítottunk valamit. És ha már ennyit megteszünk, hogy elindítunk a kicsi fejükben valamit, akkor megérte, én úgy gondolom. 25 csapat, felső tagozatosok, 5.-8. osztályosok, 3 fős csapatok, tehát 75 gyereket látunk most vendégül. Nem gondolom, hogy nehéz, aki rendszeresen tanult, mint ugye általában az életben, aki a rendszeresség híve, annak nem nehéz. Az első 3 fordulóból állították össze kollégáim a vetélkedő tesztjét, tehát újdonság nem fogja őket érni a gyerekeket, viszont a skanzen bejárásánál azért vannak olyan kérdések, ami lehet, hogy meglepi őket. A rendezvénynek volt egy hiányzója is, a tavaly elhunyt Gallai Rezső, aki nélkül eddig nem rendeztek jó szerencsét vetélkedőt. Ővel kezdtem az egészet, annak idején 14 éve még a József iskolában az alsósokkal, akkor a város 55. évfordulója tiszteletére kezdtük el ezt a versenyt, és felhívtam őt, felhívtam Bársony Lászlót, felhívtam Szilvási Csabát, és mind a hárman egyöntetűen a segítségemre voltak. Gallai Rudi bácsi azóta is minden alkalommal megjelent itt a döntőn, hívogathattuk telefonon, könyvet ajándékozott folyamatosan, de ha csak másért nem bejött az iskolába, hogy beszélgessen a gyerekekkel, nagyon hiányzik, igen. Nekem személyes jó barát is lett, én úgy gondolom a végén, de itt volt velünk most is a döntőn. Én úgy érzem, hogy itt volt velünk a megnyitón. A versenyzőknek Schmidt Csaba polgármester kívánt jó szerencsét a versenyhez, és egyben üzent is a város pedagógusainak. Azért szeretnénk a pedagógusokat a jó szerencsét emlék év kapcsán, meg a vetélkedő kapcsán is arra ösztönözni, hogy örülnénk, hogyha úgy, mint a mi gyerekkorunkban, ismét jó szerencsével köszönnének az iskolákban. A vetélkedőnek a megfogalmazásakor egy kicsit ez is járt a megalapítóknak a fejében, hogy szeretnénk, hogyha ez a köszönés megmaradna igazi tatabányai köszönésként, és ezen a köszönésen keresztül megismernénk a múltunkat, azoknak az embereknek a sorsát, kemény munkáját, akikre fel lehetett építeni egy 70 000-es várost, egy megyeszékhelyt, mert hogy ezt mind a bányászok munkájára lehetett építeni.